Ezeket a faházakat építette fel a Szekszárdi Rotary Klub a helyi gyermekotthon udvarán augusztus első hetében. A jótékonysági szervezet elnöke azt mondja, hosszú tárgyalás sorozat előzte meg a fejlesztést, de végül sikerült dűlőre jutniuk, és látva a gyerekek örömét, nem is hozhattak volna ennél jobb döntést. Abban maradtunk több fordulós tárgyalással, hogy ő nekik a gyermekotthon részére nagyon szükséges lenne egy olyan találkozó hely létrehozása, ahol a nevelt gyermekek tudnak találkozni a családjukkal hétvégén, vagy akár hétközben egy megadott időpontban, tehát adott esetben a testvéreikkel, adott esetben a szüleikkel, nevelőszüleikkel. A Rotary Klub már 20 éve működik együtt a Szekszárdi Gyermekotthonnal. Ez idő alatt számos módon segítettek már a gyerekeknek, tartós élelmiszerek, édességek formájában, vagy éppen kirándulások szervezésében. A Tolna megyei Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője szerint ennél nagyobb segítséget nem is nyújthattak volna nekik a Rotary Klub tagjai. Nagyon szépen köszöni a Tolna megyei Gyermekvédelmi Központ intézménye a Rotary Klubnak a sok évtizedes támogatást és a mai létesítmény átadását, amivel mind a gyermekotthonokban, mind a nevelőszülői hálózatban élő gyermekeknek, szüleinek a kapcsolattartását, találkozását megkönnyíti, szebbé teszi. A Szekszárdi Rotary Klub összesen 3 faházat épített fel a gyermekotthon udvarán.